Megmentették egy öngyilkosságra készülő férfi életét az avasi rendőrőrs járőrei. A 63 éves férfi búcsúlevelében köszönt el hozzátartozóitól, az üzenetet elolvasva az édesanyja azonnal a rendőrséghez fordult. Egy járőrpáros az avasi lakótelep egyik 10 emeletes épületének tetején találta meg a kétségbeesett férfit, sikerült visszahúzniuk a párkányról, és mentőt hívtak hozzá. Az avasi lakótelep egyik 10 emeletes épületének párkányán ült, amikor a rendőrök rátaláltak. A 63 éves férfi szerdán végzetes lépésre szánta el magát. A hozzátartozóinak búcsúlevelet is hagyott. Ezt a levelet az édesanyja találta meg, aki elolvasta, természetesen nagyon megrémült, és akkor értesítette ugye a rendőrséget. Az avasi rendőrőrs járőrei azonnal a férfi keresésére indultak, és még éppen időben találtak rá. Ő már kinnült gyakorlatilag a szélén, úgymond a párkányon tulajdonképpen. Kollégáim ugye beszédbe elegyedtek vele, próbálták megnyugtatni, és közben, miközben beszélték, akkor utána megfogták a karját, és hát ugye gyakorlatilag így megmentették tulajdonképpen az életét. A rendőrök mentőt hívtak a férfihez, akit kórházba szállítottak. A krízishelyzetbe került embereknek nyújt segítséget a Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálat. A szakmai vezető elmondta, már az úgynevezett krízishívást is nagyon komolyan veszik. Nyilván a beszélgetésben nekünk az a feladatunk, hogy már kiderítsük az ilyen elejtett mondatokból is, hogy van-e öngyilkossági gondolata, mint például, hogy elegem van az egészből, unom az életemet, jó lenne már kilépni, vagy ilyen apró mondatokra, ezt már öngyilkossági hívásnak tekintjük. Molnár Erzsébet hozzátette, havonta 300-400 érdemi hívás érkezik hozzájuk, 30%-uk krízishívás. Ezeknek pedig legalább 8-10%-ában öngyilkossági gondolatok fogalmazódnak meg a telefonáló részéről.